Tikütér a gépezet. Ez rengeteg dolgot tudott csinálni. Az akkori csillagászati tudást jól tudta. Sok-sok mindent, most is meglepő, hogy mit tudtak akkor az emberek. Majd jövő héten az egyik kedvencem, sok kedvencem van, de az egyik kedvencem, amit majd szeretnék megmutatni önöknek, ezek a körzők, ahol a híres ember, az Archimédész, aki ugye ismerjük a nevét, mindenki tanulta, ő állítólag körzővel játszadozott, amikor meghalt. Mert amikor a Szirakúza városát ostromolták a görögök, akkor ő annyira el volt foglalva, hogy ott a körökkel foglalkozott, hogy ha igazott, ami dulakodást támadt, megjegyzem, 2300 év távlatából nehéz ezt pontosan megmondani, de azt lehet tudni, hogy akkor meghalt. Tehát abban az ostrom során ő belehalt ebbe az ostromba, és állítólag nem kellett volna, hogy belehaljon, mert a görög parancsnok kiadta parancsba az embereinek, hogy a Archimédészt meg kell kimélni. Mert hogy az annyira kiváló fickó, hogy természetesen még hasznát veszik majd. Hát sajnos ez nem sikerült, mert ott a dulakodásba belehalt az Archimédész ebbe a dologba. És hát hadd nézzem meg, hogy itt azt a képet meg tudom mutatni önöknek, amit ehhez kapcsolatban gondolnék megmutatni. Ami természetesen egy teljes kitaláció, de azért kiveszem egy pillanatra, azt mondom, hogy copy, és elhozom ide a tetejére. Itt van, és ide beteszem. Na, szóval, ha igaz, ez volt az a közismert kép, amit itt sokszor emlegetnek, hogy ugye játszott a körzőjével az Archimédész, és akkor jött a katona, és akkor ez történt vele. De van egy másik elképzelhető, abszolút kitalált lehetőség, hogy Antikütér a gépezettel szórakozott a jó ember, egy ilyennel, mint ezzel a fogaskerekes valamivel, ami lehet, hogy nagyon szemrevaló volt a katonáknak, és kellett volna nekik, ő meg lehet, hogy nem adta. Szeretném hangsúlyozni, ez nem egy történelmi tény, amit most mondok, ez egy kitaláció. Mert az Antikütér a gépezetet 100 évvel legalább később süllyesztették el, mint ahogy az Archimédész élt. És nyoma nincs annak, hogy az Archimédész csinált volna ilyet, de van egy érdekes ráutaló jel. Nevezetesen az, hogy a görög parancsnok, amikor végül sikerült neki hosszas küzdelem után, sikerült elfoglalniuk a Szirakúza városát, akkor mint természetesen hát hadizsákmánnyal tért ő is haza, mint gondolom a katonáknak is volt szabad rablás, de hát azért a fő cuccokat oda kellett adni a főnöknek. Na most a főnök is hazivett egy pár ilyen cuccot, többek között egy ilyen fogaskerekkel szerkezetet. Most honnan tudjuk ezt? Hogy az unokaöccse a híres Cicero volt, az a Cicero, akinek a nevét ismerjük. Ez a Cicero, ez meg íróember volt, és ezt pontosan leírta. Hogy elment meglátogatni a nagybácsit, és a házába talált egy ilyen fogaskerekes izét, amivel a csillagok állását lehetett megmondani. És az a leírás, amit a Cicero leírt, arról a szerkezetről, amit ez a parancsnok őrzött magánál, az elég jól ráillik erre, mint amit az Antikütéren látunk. De ezen túlmenően semmi más bizonyíték nincsen, hogy egyáltalán közel lett volna az egészhez. De hát az, hogy tudott ilyesmit csinálni az Archimédész, az nagyon valószínű, mert miért ne tudott volna. És majd ezt a mindenféle gyönyörűséges körzők kapcsán, amiből nekem óriási gyűjteményem van, majd meg fogom mutatni, hogy miért, és meg indoklom is, hogy néz ki. Na hát akkor térjünk ide vissza, hogy amit szeretnék majd gyakorlat címén a kiállításon található cuccokról szeretnék majd egy pár dolgot elmondani. És most arra készültem, hogy mivel ilyen sokan nem tudtunk oda menni a szűk folyosó részre, néhányat itt röviden elmondok. Röviden az a történet, hogy összesen ennyi 2, 4, 6, 8, 9 darab úgymond nagy forradalom történt az informatikában a kezdetektől kezdve. Alulról kezdve az első volt a nyelv és a beszéd megjelenése, mert ez különböztet minket meg ugye az állatoktól, hogy tudunk komplikált nyelven gondolkozni, és utána tudunk beszéddel kommunikálni egymással. Ez kb. 100 000 éve történt ez a dolog. Aztán utána sokkal-sokkal később, kb. 8000 évvel ezelőtt létrejött az írás, amikor rájött az ember arra, hogy lehet rögzíteni az, ami történik. Egész addig csak a szájhagyomány volt, a mese meskete. Sok-sok 100 000 éven keresztül a meskete zajlott. De körülbelül néhány 8000 évvel ezelőtt rájöttek arra, hogy hogyan lehet valamire lerögzíteni.
Aztán sokkal később, kb. 600 éve rájöttek arra, hogy hogyan lehet cserélhető betűkkel nyomtatni. Korábban is nyomtattak már mindenféle faragott bábukkal, tök jó nyomtattak, kínaiak is csináltak nyomtatott könyveket 1000 év óta. De olyat, ahol kicserélhető betűket lehet rakosgatni össze-vissza, és tetszeges szöveget kirakni belőle, és utána minden betűből annyit lehet csinálni, amennyire szükség van, és ezzel lehet könyvet nyomtatni, hát ez a Gutenbergi találmány volt, kb. 600 évvel ezelőtt. Aztán utána kb. 200 éve történt, amikor rájöttünk arra, hogy hogyan lehet emberi dolgokat is rögzíteni, nem csak a gondolatot, hanem a hangot meg a képet. Nagyjából ugyanabban a korban történt ez. Megérett rá a technológia, és megérett rá a társadalmi igény, hogy lehetett képeket, hangokat rögzíteni. Aztán körülbelül 75 éve, a 90-es évek közepén, elsősorban a katonai megfontolásokból létrejöttek a számítógépek. Mert nagy mennyiségű számlást kellett végezni, és ez volt reális, hogy ezt meg lehet csinálni. Aztán azóta az kinőtt belőle sok-sok minden más. És kb. 45 éve, amikor kitalálták a mikroprocesszort, az 71-ben zajlott a mikroprocesszort, amikor kitalálták, 71 után volt lehetőség személy számítógépet készíteni. 74-75-ben jelent meg az első személy számítógép. Előtte tranzisztoros nem lehetett építeni, olyan nagy volt, meg olyan drága, hogy a személy nem tudta volna megvenni, csak a nagy cégek tudták volna megvenni. Aztán körülbelül 30 éve létrejött az internet, az addigra már burjánzóan kialakult kis hálózatokat összekötöttek egy nagy hálózattá, lettek átjárók, mint például ez a Cisco router, ami oda fönt van, a különböző hálózatok között lehetett átjárni, és végül kialakult az, hogy most minden össze van kötve. Így elkezdett mozgatni, az egész világ mozog. Mert minden benne lévő gép valamilyen formában csak része ennek az óriási hálózatnak. Ez az egész történt 30 éve nagyjából, aztán nagyjából 15 éve történt, amikor létrejöttek az okos telefonok, az okos eszközök. 2007-ben jelentette be a Steven Jobs ezt az iPhone 1-et, és hát azóta meg mindenki, a Samsungtól kezdve mindenki, félvilág, kínaiak is gyártják az okos telefont, természetesen. Hát így néz ki ez. És hogyha erre most rátesszük az görbét, akkor azt lehet látni, hogy hoppá, ez egy ilyen exponenciális görbe. Mert ott lehet látni a vízszintes tengelyen az éveket, lineáris tengelyen. Ott lehet látni, ugye 300 éve jelent meg a Homo sapiens, körülbelül 100 000 évvel ezelőtt jelent meg a beszéd, aztán 8000 éve az írás, és így tovább. Hogy mekkora ez a vízszintes tengelyen, ez tényadat. Ez olyan, hogy ezen sokat nem lehet vitatkozni, mert a szakértők ezzel egyet értenek. Persze fazi, hogy így mondjam az érték, mert hát nem egy fix, nem egy dátumhoz kötött, kivéve mondjuk a Gutenberg-ézé. Van egy pár, ami dátumhoz kötött. De hát előtte is volt előfutár, meg utána is lett változtatás benne, csomó minden. De például a nyelv az egy elég bizonytalan dolog, az, hogy 100 000 év, vagy 80, vagy 120, ezzel lehet vitatkozni. És az meg, hogy mióta vannak okos technikát, az is lehet vitatkozni, hogy mióta van érintőképernyő és okos telefon internet kapcsolata, azon sokat nem lehet vitatkozni, mert az itt van a közelmúltban, ugye? Tehát ez így néz ki. És hogyha most ezt az egészet, ezt, amit itt látunk, ilyen exponenciálisan fölfutó görbét, egy gondolattal ráteszem egy olyan órára, ami egy napot mutat, tehát egy napot szeretnék megmutatni, akkor itt van egy lista, ezt nem szeretném most elolvasni, akarja majd valaki elolvasni. Itt lehet látni kis magyarázattal, hogy ezek a különböző forradalmi pontok, ezek miért jelentősek, mit okoztak. Ezt most itt nem olvasom el, úgy gondoltam, majd valaki elolvassa akarja. Hanem itt van ez a kördiagram, azt lehet látni, hogy a pirosnál van a nulla óra, vagy nem itt a kéknél, van a tetején a nulla óra, és ugye oda visszatér lesz a 24, tehát ott érünk egy teljes napnak a végére. Akkor azt lehet látni, hogy délután 4 órakor jelent meg a beszéd. Hogyha ez egy ilyen 24 órás nap, akkor délután 4 órakor jelent meg a beszéd, aztán 23 óra 30-kor jelent meg az írás, aztán a könyvtetés 23:57-kor, és a többi 5 dolog, vagy 6 dolog, amit mondtam, az meg a maradékba, abba a picikébe. Most, hogy mi a maradék, akkor azt külön kitettem egy ilyen körre, itt lehet látni a külön kört. Itt már a visszaszámolt pontokat írtam rá visszamenőleg. Azt lehet látni, hogy ugye az internet az kb. 9 másodperccel éjfélelőtt jelent meg, hogyha 24 órás a napunk. Az okos technikák meg 4 másodperccel éjfélelőtt, és így tovább. Elég megdöbbentő ez, ugye? És ha lamentálunk azon, hogy gyorsul-e a világ, hát akkor ezt csak meg kell nézni, csak rá kell nézni erre,
Az, hogy ezek az információs forradalmak, ugye ezzel nem lehet vitatkozni, ezek azok a forduló pontok, amik nagy lendületet adtak az emberiségnek. Nyilván számított az okos autó, gyors autó, a jó repülőgép, az energiaforrások, meg atomerőmű, meg minden számított, ezek mind fontosak voltak. De az ember szempontjából lehet, hogy csőlátásom van, mert informatikus vagyok. Ezek az informatikus dolgok, ezek az, amik igazán nagyot lendítettek a kultúrán, meg az emberiségen, mert innentől csinálunk másként dolgokat. Hogy van hálózatunk, vagy a számítógépünk, hogy van nyelvünk, és így tovább. Világos, ugye? Tehát így néz ki ez az érdekes ábra, így néz ki. Hát érdekes, hogy lehet ezzel együtt élni? Hát nincs sok választásunk, ebben vagyunk benne, ugye ebben a gyors változásban. Tehát így néz ki a görbe még egyszer, de hogyha mi is agyunk olyan, hogy az ilyen gyors változást az logaritmikusan érzékeli, akkor meg úgy néz ki a görbe, mint ez, és akkor kettő meg nagyjább lineárisnak tűnik. Tehát érezzük azt, hogy javulnak a dolgok valahogy. Igaz, hogy az igaz exponenciálisan növekszik, de mi meg logaritmikusan látjuk, és kész. Ez egy kitaláció, lehet, hogy nincs igazam. Tehát amikor csináltam a kiállítást, akkor arra gondoltam, hogy hű, de érdekes, lehet, hogy van benne valami. És ezért oda is tettem az utolsó vitrénbe ezt az ábrát, hogy lehessen látni, hogy ez hogy változik. Világos, ugye? Különben az volt a gondolat, hogy amikor a nyár elején itt az egyetem vezetése nekem szegezte, hogy volna-e kedvem kibővíteni a kiállítást, akkor egyik oldalról padlót fogtam, mert tudtam, hogy mekkora munka volt azt a másikat megcsinálni. Másrészt megmondanád, hova? Hát most hova tegyem? Tehát ez végül is úgy dőlt a lépés, hogy azt mondták, jó, arra a bejárati folyosóra lehetne tenni valamit, na de hát azt már nem fogom széttúrni a másikat. Annak volt egy logikája, majd ezt megbeszéljük a következőkben, hogy mi az a logika, és hát oda valami más kéne csinálni. És erre a 12 bejárati vitrére ezek kerültek bele. Tehát ez a 9 dolog, amit most itt látunk, ez van abban a 12 vitrínben egy picit széthúzva, vannak közé betéve ilyen kakukkfiókák, mint például a rajzolás, a műszaki rajzolás. Az majdnem olyan, mint az írás, de hát azért az nem valami, nem különleges, vagy nem egészen más. Meg ilyen az írógépek, az olyan, mint a nyomtatás, de mégis az a írógépek, az egy külön dolog volt. Tehát vannak ilyen kis kakukkfiókák, ezért nem 9, hanem 12 vitrín. És ha mik vannak ebben, hát ezt szeretném nagyon röviden most itt elmondani, és akit érdekel, én felsétálok, és amelyik vitrén kell kinyitom, és meg lehet nézni. Tehát nevezetesen itt van ez az első rész, ez a nyelv és beszéddel kezdődik. Az a számomra rendkívül lelkesítő és kellemes helyzet adódott elő, hogy mivel én nekem volt szerencsém itt ezzel a szakmával nagyjából együtt élni az elmúlt évtizedekbe, hát a szereplőket ismerem, az összes szereplőt, aki ebben játékos. És épp ezért, hogyha elmondtam, hogy itt miről van szó, akkor azt mondtam mindenki, hogy persze, odaadjuk mi akármit. Mire van szüksége? Úgyhogy az, aki itt Magyarországon ilyen témával foglalkozott, a legősibb, legszubszabb cuccokat, azt mindenki adott mindent. Úgyhogy azokban a vitrinekben olyan dolgok vannak, amik máshol nincsenek meg. Kezdve például az, hogy a nyelv és beszéd és az írás nyelv és beszéd témakörben, hát Magyarországon két menő cég van ebbe a témakörben, az egyik a Morphologic, a másik pedig a nyelvtechnológia laboratórium. A Morphologicnál Prosziki Gábor azt mondta, hogy te figyelj, mit kérsz, ami van, odaadjuk mindent. Úgyhogy az összes terméket ideadták, mind ott van benne a kirakatban. Egy példány volt nekik már, mert évekkel ezt csinálták, úgyhogy az látszik ott. Aztán utána a könnyűtatás és sok érdekesség, hangrögzítés és sok érdekesség, úgyhogy ezek látszanak az első sorban. A másikban pedig, amit lehet látni, az a képrögzítés kezdetétől, ez viszonylag hiányos, de azért fontos dolgok vannak ebbe is, a képrögzítés témakörben. Aztán utána van a rádiózásnak az őspéldánya, az abszolút őspéldányok. Aztán utána a magyarországi első számítógépekből, az első abszolút ős magyar számítógépből egy fontos darab, az eredetiből, tehát ez nem egy makett, hanem az eredeti ős magyar számítógép, a legelsőből van ott kint egy-egy fontos dolog. Aztán a következőkben az első magyar személyi számítógépek mindegyike, ami az iskola számítógépekként működtek a sulikban mindenütt, mindegyikből ott van egy eredeti példány. És akkor végül ott van az internetnél a végén, a Stakiba csinálták meg az X25-ös kapcsolóközpontot, akkor embargós volt, nem lehetett megvenni nyugatról, de ők megépítették, és az első magyar internetcsomók azon mentek, és azok a kütyük, amik ott vannak abban a vitrénbe, azokon az eszközökkel mentek az első magyar levelek. Az Ellának hívták ezt a levelezőrendszert, és ezen a kapcsolóközponton jutották át Bécsbe, és onnantól meg ki a világba.
alatta pedig a Cisco-nak az egyik első terméke, az AGS Super Duper, azzal kezdte a Cisco a gyártását. Otthon a garázsba faricsálták ez a két ős példánya, a két ős kitalálója a Cisco-nak, és akkor a siker lett ennek az AGS-nek, hogy óriási, és Magyarországra már az AGS Plus érkezett, nekünk abban van ott egy példány, és ennek az volt a lényeg, hogy ez kötötte össze az addigi hálókat, mindenféle protokollt tudott átjátszani mindenből, úgyhogy óriási sikere lett a dolog. És akkor befejezésül pedig ott voltak az okos technikák, hát ez most itt tartunk. Ahogy említettem, és nyilván önök is tudják, hogy ma a legnagyobb durranás a technikában ezek a úgynevezett mély tanulások. Tehát, hogy ugye deep learning van mindenben, és ezek adaptív, minden az öntanuló, autoadaptív, meg minden adaptív. Itt hadd tegyek hozzá egy zárójeles gondolatot. Sokszor van ez az érzésem, hogy megbolondulok, már nem érti talán félre, amit mondok, hogy hát ezt nehéz feldolgozni. Nevezetesen, és az utolsó vitrinhez kötődik ez a dolog, ugyanis egyre több olyan könyvvel lehet találkozni, hogy kvantum számítógép egyszerűen. Meg is vettem jó néhány ilyen könyvet, még magyarul is megjelent. Hát, csak amikor kinyitem, akkor azt mondom, hogy én kevés vagyok el, sajnos, be kell, hogy valljam. Mert úgy kezdődik, hogy van egy ilyen 3/4 oldalnyi képlet, és akkor, hogyha azt értem, akkor értem, de ha nem értem, akkor baj van. Na mindegy, küzdök azért vele, hogy elkapjam a lényeget, hogy mi a kvantum számítógépnek. Még nem tartok ott. Ugyanakkor néhány nappal ezelőtt földob nekem itt a YouTube kereső egy beszélgetést, amit a Elon Musk sajtóbemutatóján vettek föl, ahol az első kereskedelmileg is használható szuper számítógépet, ami mellesleg szerintük kvantum számítógép, azt reklámozzák. Hú, mondom, azt a mindenit. Hát akkor ez most kamu vagy nem kamu? De hát hogyha a SpaceX nem kamu, ahol a rakéták visszaszállnak így egy helyre, pontosan, szépen, gyönyörűen, koreografáltan visszaszállnak a föl rakéták így, meg egy csomó mindent lehetne még mondani, ami hát ugye azt mondom, hogy nem kitaláció. Mert azok a Tesla autók azért rohangálnak a földön elég sokan belülük, itt Magyarországon is. Nem kéne sokat gyalogolni, hogy találják ki Teslát valahol itt biztos. Na, szóval lényeg az, hogy hát nem mondtam, hogy ez a riport egy tiszta kamu. És akkor ott sétál az Elon Musk, és meséli, hogy hát ezt a szuper számítógépet itt mögöttem, hogy lehet látni ilyen perspektívikus óriási géptermet, azt azért hozták létre, hogy a Tesla autók automatikus vezérlését megoldják vele. És hogyan? Úgyhogy azt mondják, ők nem lédarral néznek körül, mint a Google, nem így körülnéznek én izéva, hanem 8 kamerával nézik a környezetet. A 8 kameraképet beküldik ennek a szuperszámítógépnek, és a szuperszámítógép lenne lévő neurális processzorok megfejtik azt, hogy mi látszik a képen. Hogyha ezt lehet látni, akkor hol van járdaszegély, meg hol van közlekedési lámpa, meg hol van nem tudom micsoda. És ezek után ezt a megfejtett dolgot majd visszaküldik az autónak, és ezért fog tudni az autó önjáróan működni. Hát mondom, elmegy az egyem tőle. Most igaz vagy nem, ezt nem tudom. Ha valakit érdekel, majd megmutatom az URL-t, hogy hol láttam ezt közelmúltban. Na most ennek csak egy kicsi eleme, és ugye most döngetem a magyar mellemet, semmi jog alapom nincs hozzá. De azt mondja az Elon Musk, hát én ezt most itt elmondtam, hogy lesz egy ilyen, és lehet bérelni gépidőt itt nálunk. De hát azért szeretném átadni a szót a Tesla autók autonavigációs csoport vezetőjének, Mr. Kárpátinak, aki majd elmeséli nekünk, hogy ez hogy működik. És akkor átadják a szót a Kárpátinak, aki egy 30 éves fickó, Szlovákia területén született, a neve elég jó magyar. Mindenesetről elmeséli azt, hogy milyen neurális hálós megoldást alkalmaznak benne, mert utána kellő mániásan elolvastam a doktori dolgozatát, amit ebben a témában írt, és az ember megbolondul, hogyha látja, hogy milyen marha jó. Azzal azt mondja el, hogy a képekben lévő automatikusan kigyűjtött tartalmakat, ők automatikusan szavakhoz rendelnek hozzá. Tehát amikor majd szavakat mondanak, akkor a szavak rá tudnak mutatni azokra a képi tartalmakra. Tehát nem úgy keresünk majd, mint most a Google-ben begépelek egy szót, hanem ha van egy szó, akkor a szóhoz tartozó mindent ki tud gyűjteni, ami abban a témakörben tartozik és hasonló, az ki tudja gyűjteni. Hát ilyen dolgok vannak. És akkor most visszatérve erre az első témára, a nyelv és beszéd témában a Prosziki Gábor, aki ennek a Morphologic-nak a vezetője, meg mellesleg a Nyelvtudományi Intézet igazgatója Magyarországon, közelmúltra tartott egy előadást, és azt mondta, hogy olyan szövegtörzseken
vagy más szóval mondva korpuszokon dolgoznak, ahol 600 millió magyar szó van benne. 600 millió magyar szón végeznek neurális osztályozást. És ez alapján meg tudják mondani, hogy melyik szó milyen közel áll egymáshoz. Például a puding, a húsleveshez milyen közel áll. Nincs közös betű bennük, de tartalmilag azért van közös, mert egyik is étel, meg a másik is étel. Csak az egyiket a kaja elején eszem, a másikat meg a végén eszem, de hogyha kellően nagy mennyiségű szövegtörzset neurális hálával osztályozok, akkor előbb-utóbb meg tudja mondani a távolságát ennek a két szónak. És ezt lehet mondani, hogy ezek összetartoznak. És hogyha azt kérdezném tőle, mondjuk lehet, hogy butaság, amit mondod, de talán nem, hogy na és állíts össze egy ebédet, akkor össze fog állítani egy ebédet. És nem lesz benne patkószög, mert az nem tartozik hozzá. A puding igen, de a patkószög meg nem, mert az egy egész máshova tartozó dolog. Na hát itt az első vitrében ezeket lehet látni, a Morphologicnek a termékeit, az alsó részen pedig a Műegyetem nyelvi beszédtechnológia tanszékének az összes terméke látható, amik termékek voltak szintén, a Profi, Vox és a társaik, amivel a magyar beszélők születtek. Itt érdemes megint tudni, hogy a Kempelen Farkas volt az első, aki 1700-es évek végén rájött arra, hogy a beszédet szintetizálni lehet formánsokból, összetevőkből, darabokból össze lehet rakni. És nem így darabokból, így idődarabokból, hanem úgy, hogy különböző frekvenciájú üzéket össze kell keverni. Ő sipokat csinált, és a sipokat be lehetett fogni, és attól függően, hogy melyik sipot fogtam be, más-más szó jött ki belőle. Lehet egy gyereksírást csinálni, meg ilyen dolgokat lehetett csinálni, tehát 1700-as évek tájékán a Kempelen Farkas ezt leírta, sőt megépítette gépbe, és az a tök jó dolog, hogy ez a gép megvan. Sajnos nem nálunk, hanem a Bécsi Műszaki Múzeumban, de két magyar elszánt fickó, a Olaszi Gábor meg a Nitkléci Péter elmentek ide a múzeumba, kikérték a lehetőséget, és építettek két példányt. Úgyhogy ez a két példány megvan, az egyik a Műegyetem aulájában látható. Van egy vitrénben, és ott van benne ez a szerkezet, mellesleg az Olaszi Gábor tudja vezérelni, de tud vele beszéltetni. Nagyon gyengén, de tud beszélni. Zárójelben hozzáteszem, hogy a mai okostelefon, amit használunk, bármelyik, az a hang, amit hallunk belőle, az egy szintetizált beszéd. Ugyanis már a GSM-ben, a mobiltelefon 2-nél, amikor az első digitális, ott olyan volt a sávszélesség, hogy nem fért át a beszéd. Tehát szét kellett szedni összetevőkre, formások, és úgy kellett elküldeni a beszédet, hogy utána a kimeneten egy szintetizált összerakja. Tehát az, amit a Kempelen kitalált 1700 valamikor, az most minden telefonban működik, csak azóta megérdezett a technológia. Most meg szükség is van rá, mert hát piszakul kell beszélgetni, mint nagyon beszélni. Itt azt szeretném röviden megmutatni, hogy van egy szerveződés itt Magyarországon, ezt úgy neveztük el, hogy Informatika Történeti Fórum, ez az itfnjst.hu a címe az oldalnak. Biztos nagyon boldoggá tenni a kollégákat, ha azt látnák, hogy fiatal ember is belenézze be, általában idősebben szoktak belenézni. De ennek az a lényege, hogy a magyar szakmatörténetet igyekeztünk feldolgozni, én is része voltam ennek a csapatnak sokáig. Az itfnjst.hu oldalom, ami ebben a szakmatörténetben Magyarországon számít, az most már azt hiszem ott van minden. Tehát meg lehet találni az összes szemét, 800 embernek a életleírását, az összes magyar termék leírását, az összes magyar cégnek a leírását. Korábban, amikor ezt a kurzust tartottam itt éveken keresztül, akkor a kollégák ebbe segítettek be. Akkor mindenki valamilyen céget kidolgozott, valamilyen embert kidolgozott, és ebben a nikes hallgatóknak a munkája masszívan benne van, hogy ezek az anyagok összegyűltek. Természetesen sok más is dolgozik rajta, de ezek elkészültek. Például a beszédtechnológiát meg lehet nézni az összes ős létrehozót, hogy hogyan is működött. Ugyanis volt egy ilyen sorozat, csak nagyon röviden említeném meg, aminek az volt a neve, hogy Nagy Hazai Műhelyek. És az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy az Óbuda Egyetemen volt egy kiváló infrastruktúra, egy szép épület, rendes termekkel, és az egyetem szándéka is megvolt, hogy ennek helyet adjon. És ezt általában én próbáltam itt szervezni, és az volt, hogy a nagy magyar számítástechnikai cégeknek felkerestük az eredeti ős létrehozóit, meg azokat, akik ott csinálták a dolgokat, és szerveztünk egy szeánszt, egy délután, ahol eljött ide, aki megkértünk, és megkértük, hogy ő mondja, hogy ő mit csinált, neki mi volt a dolga, mit csináltak, mi volt a cégnek a szerepe, milyen sikereket értek el, milyen kudarcokat szenvedtek el. És ott ült az egész szakma, például ebben a teremben is sokszor, és itt meg ültek az emberek, akik csinálták.
és szerencsére ezt mind videóban meg lehet nézni. Tehát ha valaki keres egy embert, mondjuk a nagyszülők, szülők közül valaki informatikus volt, nagy esélye megtalálja, oda föl lehet menni, és vagy interjú is készült vele, vagy ő elmondja, hogy az adott cégnél neki mi volt a szerepe, a Stakinál, a KFK-jába, a Videótonál, vagy nem tudom hol. Úgyhogy ezt meg lehet itt mindenütt találni, ide érdemes fölmenni, akit érdekel a dolog. Szerencsére ez is olyan, hogy nem tetszik, lekapcsolom. Ha meg tetszik, akkor nézegetem, aztán kész. Na, következő, az egyik a írásról, az a szerencsés helyzet támad, hogy ilyen másolatokat be tudtam gyűjteni a fontos múzeumokba, az Egyetemi Múzeumból, a British Múzeumból, tehát itt lehet látni ős írás, a hieroglifákat, aztán az első ilyen mezopotámiai agyakba nyomtatott cuneiform írást is lehet találni, meg sok-sok érdekességet, akit érdekel, megmutatom majd. Tehát a második az írás, aztán mellette van egy, azok a következő, ugye az írásnak az eszköze, itt lehet látni a harmadik vitrínben a különböző íróeszközöket, aztán utána az író tollakkal kapcsolatban megemlíteném, hogy az a golyós tollat a világban úgy hívják, hogy Biro. Az angolul beszélő világban úgy hívják, hogy Biro. Azért, mert egy Biro nevű fickó találta ki, és mellesleg Argentinában nagy sikerre vitte, és azt már nem tudják Magyarországon sokan, még Magyarországon sem, a világ meg egyáltalán nem tudja, hogy ez is tipikus az a helyzet, mint amit ott vetítettem azokkal a sok izékkal, hogy rengeteg ember kitalálta a golyós tollat. Csak éppen a Biro László volt az, aki sikerre vitte a világba, és utána az angol szátterületen Byronnak hívják a golyós tollat. De Magyarországon úgy hívják, hogy Goly. Mert a munkatársa, a közvetlen munkatársa meg a Goly Andor volt, aki szintén nagyon fontos dolgokat csinált a golyóstól létrehozásához, sőt itt a kellő kutakodás után megtalálta még a szerződésüket is, amit a Goly és a Biro írt egymással, amiben leírják az, hogy hogy osztják fel a világot. Hogy Magyarország és Németország az a Goly Andorhoz tartozik, Argentina meg Amerika meg a Birohoz. Hát nyilván azért, mert együtt csinálták a fontos dolgokat, és egy-egy elemét az egyik találta ki, a másikat meg a másik. Úgyhogy így van. Tehát a golyóstól az egy vitathatatlan magyar találmány a világban, mert a Goly és a Biro találta ki. Van a rajzolásra sok érdekes dolog, ha valakit érdekel, szívesen megmutatom. Minden műszaki munka rajzzal kezdődött az elmúlt évszázadokban, vagy akár évezredekben is. Aztán nagyon fontos dolog a könnyomtatás, amire ott van egy vitrém. Hát ebben nagyon sok érdekesség található. Például egy kuriózon fönt, az a közepén, ez a második Józsefnek a jobbágy felszabadító levele, az eredeti, az, amit kitettek az utcára. Tehát amikor a könyvnyomtatást elkezdték csinálni, akkor ennek az egyik prosperáló ága volt a plakátnyomtatás. Nyomtattak plakátot is, és sokat, és ezt kitették az utcára. És ez egy olyan plakát, amin a második József kihirdeti, hogy a jobbágyoknak nem kell szólni a gazdának, hogy el akarnak költözni. Lehet, hogy egy példány van bele egyáltalán Magyarországon, úgyhogy lehet, hogy érdekesség, érdemes elolvasni, magyarul olvasható, 1700 valahányba készült ez a ősnyomtatvány, ami ott látszik. A következőben pedig vannak az írógépek, látszik nagyjából az első közeli, meg a legutolsó egyértelmű, mert a IBM gömbfés írógép volt a legutolsó, az, amit csináltak ilyen mechanikus írógépként, onnantól kezdve jöttek meg a mátrixnyomtatók, meg a lézernyomtatók, előtte volt ez a mechanikus izé, ami nyomtatta a papírra a betűket. Aztán utána egy rendkívül érdekes dolog következik, ez pedig a hangrögzítésnek a története. Nagyon különlegesek vannak a vitrénben, az egyik az az onfóliás rögzítő, amit az Edison kitalált. Az Edison laboratóriumában kunyeráltam el, úgyhogy nem sok van Magyarországon belőle. Nekem kettő van, mert kétszer kunyeráltam, mert egyik alkalom egyszer, másikat a másikat, úgyhogy itt ebben a vitrínben is van egy ilyen onfóliás rögzítő, meg a másikba is. Ha a QR kódra ránézek egy mobiltelefonnal, akkor még lehet is látni, hogy hogyan csinálták ezt a felvételt, amit utána elkunyeráltam. És akkor amit a érdekesség, ezen le lehet ragadni ezen a kirakaton nagyon sokáig, ugyanis van benne egy különlegesség, ez az aranylemez, amely egy világszám, nem ez a lemez, hanem a története világszám. Ugyanis amikor a Voyager nevű küldetésen dolgozott az emberiség, hogy küldjenek egy üzenetet a távoli civilizációknak, amit persze nem tudunk, hogy van-e, de hát miért ne lenne, és elég valószínű, hogy van, csak nem tudjuk. De hát azért, hogyha küldünk egy olyan űrjárművet, ami elhagyja a naprendszert, akkor vigye már magával egy üzenetet tőlünk. Mert ha egyszer találkozik majd valamivel, a valakivel, aki okos, hát akkor már tudja meg, hogy voltunk mi is egyszer itt.
Ha igaz, az egyetlen üzenet az emberiségnek, amit így direkt ezért készítettek. Annak idején, amikor ez készült, a Voyager kilövése idején, egy Carl Sagan nevű fickót kértek meg, ő egy csillagász volt, kiváló fickó, aki nem ismeri, jó szíve tanácsolom, elképesztő mennyiségű minőségi videója van fönt az interneten, a Carl Sagannak, érdemes megnézni. Na minden esetben őt megkérték, hogy ő találja ki, hogy mi legyen ez az üzenet. Mert gondolják, hogy mekkora feladat ez. Hát ez egy észveszejtő feladat. Hogyha egyszer van lehetőségünk az emberiségről küldeni egy üzenetet, ami egy nagyon limitált mennyiségű, nem volt adathordozó akkor, hát akkor mi fér abba a kevésbe bele? Hát ő ezt megoldotta, hogy a végét mondjam a történetnek, óriási kalandok árán. Kiváló egyetemi és más kollégáit megkérte, hogy segítsetek már öreg, mi legyen rajta, és akkor lett rajta minden. Matematika is lett rajta, meg zene is lett rajta, meg emberi üzenetek is lettek, meg delfin hang, meg bálna hang, meg minden lett rajta, amit úgy gondoltuk, hogy fontos lehet az emberiség szempontjából, hogy közöljünk valaki mással. Na most, hogy küldjék el ezt a tartalmat? Ugye az volt a nagy feladat, hogy hát hogy fogja elvinni a Voyager ezt a izét? Mellesleg ki volt tűzve a Voyagernek a kilövési dátuma? Tehát nem úgy van, majd kész van, szóljatok, hanem meg volt, hogy mikor aki elkészül, és ha nem lesz rátéve, akkor újra sem fog elmenni ez az űrhajó. Na a lényeg az, hogy elkészült, és arra gondoltak, hogy a Goldmark Péter nevű híresség, aki mellesleg a CBS-nél dolgozott Amerikában, és az ő nevéhez kötődik a hanglemez szabványnak a kidolgozása. Tehát az, amit most úgy nevezünk, hogy vinil vagy vinyl, az a bakelit lemez, amit használunk most is, egyre népszerűbb most újabban. Az a mikrobarázdás bakelit lemez. Ebben van a csúsztatás, mert nem bakelitből van, de mindegy. Lényeg az, hogy ez a szabványt, ezt egy Goldmark Péter nevű fickó találta ki. Pontosabban az ő nevéhez kötődik, nyilván voltak neki is munkatársai, de a Goldmark Péter volt, akihez kötik ezt a szabványt. Na most balszerencsés módon, amikor a Voyager-t kezdték volna kilőni, akkor a Goldmark Pétert elütötte az autó, úgyhogy meghalt szegény, és ez ráterelte a figyelmet, hogy hoppát, ez a hanglemez, ez milyen jó, és mellesleg hát mennyire kiváló fickó volt, úgyhogy tiszteletből, meg mellesleg egy jó technikának is tűnt, azt mondta a Carl Sagan, hogy akkor legyen egy hanglemez. Úgyhogy hanglemezi írjuk rá dolgokat, de hát elég fából vaskarika, mert képet hogyan lehet hangként ráírni. Ugye képeket is akart, több száz képet küldtek el. Na de találtak egy céget, aki tud átalakítani képeket hangá. Tehát úgy szétszette a képeket részekre, utána az hangként föl lehetett venni erre a hanglemezre. És hogy lehet ezt elolvasni, hát az meg egy külön nagy szám, ezt meg ráírták az elejére ennek a lemeznek. Van rajta egy kódfejtés az elején. És adtak hozzá egy olvasó fejet is, hogyha ezt megtalálja valaki, és ezt aranyja be van vonva, hogyha elég csapabírónak tűnik ez az alumínium lemez, hát akkor ezzel majd egyszer megtudják, hogy milyenek voltunk itt a Földön. Na most, hát ilyenből kettő készült, egyiket elvitte a Voyager, a másikat pedig a Smithsonian-be betették a múzeumba, az Air and Space Múzeumba. Hát én nekem folyt a nyál, amikor ezt láttam, hogy hát ez piszok jó, hát ez marha jó, úgyhogy én egy ilyet szerzek, de hát ugye kettő van. És elég nagy pofája vagyok, hogyha ezt mondom, hogy én egy ilyet szerzek. De kiderült, hogy egy cég a világba gyártott 100 másolatot. Na hát mentem utána, és volt egy eladó példányuk, úgyhogy ez a talán 47. vagy 74. most nem tudom. Mindenesetre adtak egy certifikátet, sőt vettem egy könyvet is hozzá, pontosan leírják, hogy mi van rajta, meg hogyan is. CD-ken meg lehet hallgatni a tartalmát, ha valaki akarja. Aki ezt a vitrint választja, akkor majd szívesen megmutatom ezt a... Na hát így néz ki ez a rész. És akkor nagyon gyorsan a végére érve, aztán utána fölmehetünk, hogyha gondolják, mert este van már. Következő a képrögzítés, elképesztő, mennyi nagy fickó szerepelt benne. Fontos dolgokat, viszontlátása. Fontos dolgokat csináltak a képrögzítés területén. Itt csak egyet emelek ki a sok közül, aztán majd fönn megmutatjuk. Egy Cselényi Pál nevű fickó találta ki a poros képrögzítés technikát, amit most úgy hívunk, hogy Xerox technika. Tehát az, hogy egy kapacitív lemezt föl kell tölteni valamilyen fénnyel, utána oda a föltöltött helyekre föltapad a por, ezt a port rá kell vasalni egy papír, és rá kell sütni. Hát ez az alapelve ugye a fénymásolásnak manapság, amit úgy nevezünk, hogy xeroxozás. Bal szerencséje volt, hogy amikor ezzel előállt, akkor a kollégái nem voltak nagyon lelkesek. Talán nem értették, vagy nem tudom mi miatt oka, vagy nem volt megérett rá a kor, de ő csinált egy példányt, be is mutatta, csak a kollégák azt mondták, hogy ez pornográfia. Azzal hülyéskedtek, hogy ez pornográfia. Idézőjelben per pornográfia, mert porral csinálták azért. Hát végül is, amikor bemutatták, hát akkor egy el lett humorizálva a dolog, nem lett bőle igazából semmi.
De hát aztán évekkel később a nagy cégek erre ráugrottak, és csináltak belőle ilyet, és hát az irodalomban azért említik, hogy a Selényinek volt eszköze, mert ő is ilyet csinált a kezdet-kezdetén. A fényképezésben nagyon sok a Petzval, Christopher, Mihály, Dulovics szuper fényképezőképeit csinált, most nem térek ki rá, hogy melyiknek mi volt a lényege, de marha jók voltak ezek a gépek, világviszonylatban is jegyezték őket. A Tihanyi Kálmánnak ilyen örökség, Európa örökségdíjas izé volt, mert az egyik tévéfajtát ő találta ki, meg mellesleg azt az ikonoszkóp nevű, amit most képcsőnek neveztük, azt is az ő neki szabadalma volt róla, tehát nem csak az, hogy beszélgetett róla, hanem kapott szabadalmat róla. Úgyhogy ilyen, itt a Selényinek a képmásoló, fénymásoló szerkezete. Nem vitatható a képrögzítés, tényleg a Gábor Dénes esete Nobel-díjat kapott ért, úgyhogy nem vitatja senki, hogy a hologramban volt szerepe neki, jelentős szerepe volt. Úgyhogy ilyenek, így néz ki a róla készült hologram, és akkor mindjárt a végére érünk. Ez a következő vitrin az egyik kedvencem, ebben vannak a telekommunikáció őspéldányai, az első szikratáviró, adója, vevője, ez a Károly Irén féle vevő, amit bemutatott a kezdet-kezdetén. A szikratáviró olyan, mint ami a Titanicon működött, fölmegyünk, megmutatom, bekapcsolom, működik, lehet használni. Ha kell, ez a jobb oldalú képe látható, ez az itt. Aztán ott a Puskás Tivadar által kitalált telefonhírmódónak az egyik példánya, az egyik vevőkészülék eredeti példány ott lóg a falon. Ez volt a műsorszóró rádiózásnak az őse, csak a rádió akkor nem levegőbe ment, hanem kábelem, de évtizedekig használták, és sok ezer előfizetője volt, úgyhogy nem csak ötlet volt, hanem innováció, meg is valósult. Korda Dezső találta ki a forgókondenzátort, Csicsát Kantal a sztereoadásnak a módszerét ő találta ki, úgyhogy magyarok itt is nyüzsögtek. Nem ők találták ki a rádió, de ott voltak az kezdeteknél. És akkor végül itt vannak a digitális számítógépek őspéldányai. Neumann vázlatos jelentésem, hogy odafönt elmondom, amikor ide jut, ezt részletesen fogom elemezni a Neumann szerepét. Aztán itt van a két főfickó, akik mellesleg az Intel 4004 kidolgozásában alapvető szerepet játszottak, ugyanis Vadász László volt a csoportvezető a fejlesztő csoportnál, a Gróf András pedig az egész cég vezetője, úgyhogy nem lehet mondani azt, hogy nem csináltak semmit, mert ez a felső kép, ez a Smithsonianból származik, ahol szépen bemutatják, hogy hogyan, ez a Gordon Moore például, ez a Noyce, és ez pedig a Gróf András. A Gróf András volt az operatív vezetője az Intelnek akkor. Úgyhogy amikor létrejött a 4004-es, akkor a Vadász László volt a vezető mellesleg. Az első EPROM-ot, meg az első RAM-ot ő effektíven is részt vett a tervezésébe. Ez az Intel első RAM-ja, az hozzá kötődik. Azt itt vannak a személyi számítógépek, az első magyarok. Ugye a Kemény János fontos szerepet játszott a Basic. Egy munkatársával ketten csinálták meg a kezdők általánosságú programnyelvét, a Basic-et. Meg mellesleg az időosztásos rendszerben is ők csinálták az első időosztásos rendszert. Aztán utána itt van az internet, és itt vannak a magyar eszközök hozzá. És befejezésül pedig itt vannak ezek a magyar eszközök, amivel gyártották az internetet Magyarországon. És a végül az okos eszközök a kvantum számítógéppel is rengeteg menő videokártyával lent. Kérdezhetik, hogy miért videokártyák? Azért, mert a neurális az elosztott processzor kellenek, és a videokártya egy ilyen. Úgyhogy ezért most aranypénzzel lehet venni videokártyát. Aki ezzel foglalkozik, az nyilván tudja, hogy egy jó videokártya az nagyon sokba kerül most, mert óriási kereslet van irányban. A bitcoin miatt is, meg mellesleg a neurális izék miatt is. Úgyhogy nagyjából, kedves kollégák, ez, amit itt kínálatként itt ebben az első részben el tudtam mondani. Én most itt összeszedem a cuccomat, én még maradok egy kicsit, ha valakit érdekel egy tárgy, fölmegyünk, kinyitva megnézheti. Ha nem, akkor majd legközelebb. Máskor is lesz, úgyhogy tudom, hogy este van késő, de akit érdekel, még följön és megmutatom. Jó? Jövő héten, egy hét múlva, amikor ezt folytatjuk, akkor a számolás kezdeteiről szeretnék beszélni, és mindenféle érdekes demonstrációkat hoztam, amit majd mutatok hozzá. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm.